Muzika sakra, egyházzene. Köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Miklósi András nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Gizella napok Veszprémben, esti áhítat Draskóczi László zeneműveiből, a Hold utcai református templomban, valamint Canticum Novum nemzetközi tudományos egyházzenei konferencia Komáromban. Ezek mai magazinunk témái. Vendégünk Kovács Szilárd Ferenc, orgonaművész zeneigazgató, Draskóczi Eszter, Draskóczi László zeneszerző lánya, és Sül Kinga, a szlovákiai református keresztjén egyház egyházzenei felelőse. Boldog Gizellára, Szent István király bajor születésű feleségére emlékezik Veszprém minden év májusában, Gizella névnapjához kapcsolódva. Idén 30 helyszínen 70 ingyenes programmal készül Veszprém kulturális életének meghatározó összművészeti fesztiváljára május 7-e és 14-e között, a jubileumi 30. Gizella napokra. A gazdag programsorozat keretében május 12-én pénteken lesz Kovács Szilárd Ferenc, a Pécsi Bazilika orgonaművész zeneszerzőjének Gizella mise bemutatója. A szerzőt, a Pécsi Bazilika orgonaművész zeneigazgatóját Verese Mese Gyöngyvér kérdezte. Már tavaly beszéltünk arról, hogy ön két pályázaton is indult, és mind a kettőn díjat is nyert, az egyiken első díjat. Az LKF 2023 kapcsán írtak ki két zeneszerzői pályázatot, a Veszprémi Érsekség, és volt egy pályázat, amivel egy Gizella fanfárt szerettek volna megíratni, és egy másik pályázat pedig egy Gizella misére vonatkozott, és akkor mind a két pályázaton indultam. A mise kategóriában első díjas lett a művem, a fanfárnál pedig második díjat kaptam, úgyhogy most mindkettő bemutatásra kerül majd. A Gizella napokon fogják majd bemutatni Veszprémben, milyen helyszíneken? Ez több napos rendezvénysorozat Veszprémben. Május 7-ével indul ez az egész programsorozat. Május 7-én egyébként pont az első ilyen zenei akció az én fanfárom lesz. 10 óra 30-kor a Főszékesegyházban délelőtt fog elhangozni a Gizella fanfár. Utána 10-én, 11-én is lesznek különböző programok. A fő kiemelkedő az ugye a 13-a nap, amikor pedig az első helyezett darabok, Malek Miklósnak a Gizella fanfárja hangzik el 10 órakor, és ez viszont szabadtéren, a Szent Háromság téren, fent a várban, és maga az ünnepi szentmise is itt kerül bemutatásra, és ott azon a szentmisén a Gizella misén fog elhangozni, az lesz a zenei rész. A fanfára ugye 7-én hangzik el, és ott a Székesegyházban, és ott az követő szentmisén pedig a második helyezett Gizella mise jön mellé. Az első és második helyezett darabokat szólaltatják most meg, és azt hiszem, hogy ősszel a harmadik díjazott művek is elhangoznak majd. Egyébként a Gizella miséből készült egy zenekaros kórusos változat, ez fog elhangozni ezen az alkalmon, de már a pályázat kiírásakor is kérték, hogy legyen egy egyszerűbb, a nép által énekelhető orgona kísérletes verzió is, ami egy szól. Ezeket úgy hívjuk, hogy népmise. Rengeteg ilyen van ugye a magyar gyakorlatban, kezdve a Szigeti Kilián népmisétől, aztán a Werner Alajos Kodálynak is van a híres magyar miséje. Ezek szerint a népének jelleg azt is jelenti, hogy ezek a misék, ezek a misetételek beépülhetnek majd a megszokott liturgikus rendbe is? Tulajdonképpen hétköznaponként is mehet, mert az csak a mise állandó részeit jelenti. Az uramirgalom az a dicsőséget, a szent vagy tételt, illetve az Isten bárányát tételt. Most hétköznap ugye a glória tétel nincs, tehát a három rövid tétel egy az egybe tud működni, de akár egy évközi vasárnap is. Arra számítok én is, illetve ez a reménység szerintem a Veszprémi Érsekség részéről is, hogy ez majd el fog terjedni az egyházmegyében, meg esetleg országosan is. Ahogy tapasztalhattuk a múltban, hogy a zeneszerzői alkotások beépültek a liturgiába és gazdagították azt, feltételezhető, hogy ezek az új darabok ugyanúgy hozzájárulnak majd a liturgia bővítéséhez, gazdagításához. Hát azt az utókor mondja meg, hogy ez gazdagodás, de mindenképpen egy bővülés a repertoárnak. Igen, próbáltam úgy írni, hogy a rövid tételek egyszerűbbek, a glória azért biztos, hogy több időt vesz igénybe, hogy egy gyülekezet, egy közösség azt elsajátítsa, de ez általában így van a többi népmisénél is, mert ugye annak hosszabb a szövege, egy kicsit komplexebb, terjedelmesebb zenei tekintetben, de szerintem az uramirgalmas tétel kifejezetten egyszerű. Tényleg, hogyha mód van erre, ha a Bartók Rádió hallgató is most így az ősbemutató előtt meg tudják hallgatni az érsekség engedélyével, mert elvileg ugye az ősbemutatóig nem hangozhatná el a darab, tehát az ősbemutatón ugye a zenekaros változat lesz, ami valóban
ott fog először felcsendülni. Mivel ez egy zeneszerzői mű, elképzelhető az is, hogy ez a mise akár koncertként is elhangozhat? Vagy önnek mindenféleképp az volt a szándéka, hogy beépüljön a liturgiába, tehát csak is a templomokban hangozzék el? El tudom képzelni a koncertszerű elhangzás, ugye nem csak a mise állandó részei, tehát amiket itt az előbb felsoroltam, nem csak azok hangoznak majd el, hanem az úgynevezett változó részeknek a szövegeit is megzenésítettem, ez szintén a pályázatban megadott textusokról van szó. Így az introitust, a graduáletét, tehát az Alleluját, az Alleluiának van egy verse azzal együtt, és az offertóriumot, illetve a kommuniót, tehát ez plusz tételek. Ezek a változó részek alapvetően csak a Gizella napon, vagy esetleg más szentek ünnepeire még beiktatható, ahol van szövegazonosság, de kifejezetten a Gizella napi proprium szövegekről van szó. Lehet koncertszerűen is ezt megszólaltatni, de annak mindenképpen nagyon örülök, hogy az első elhangzás ott történik meg, ahova ez a darab született a liturgia keretén belül. Milyen szövegeket vettek alapul a pályázat kiírói? A adott napnak ugye megvannak a liturgikus szövegei, nagyrészt zsoltárok könyve, lehet bizonyos esetekben költött szövegek is. Egyházilag jóváhagyott, tehát kanonizált szövegekről van szó, magyar nyelven. Tehát fontos, hogy maga a mise is magyar nyelvű, az állandó részek, de a változó részek is mind-mind magyar nyelven vannak, ugye kivéve maga az Alleluja szöveg, ami egy héber felkiáltás. Egyébként azt a magyar misében mi magunk is így mondjuk, hogy Alleluja, tehát ez megmaradt az eredeti héber szöveg. Úgyhogy igen, ez egy nagy zenekar, nagy kórus, amely ebben részt fog venni, és az volt nehéz úgy megírni a darabot, hogy ebből lehessen egy egyszerűbb változatot is, tehát ez volt igazából a zeneszerzői kihívás mondjuk legizgalmasabb része, hogy hogyan lehet valami egyszerre ünnepélyes és pompázatos és egy nagy együttest használva megszólaló mű, ugyanakkor egy egyszerű, amit a közösség is tud énekelni. Egy titkot itt azért elmondanék erről. A Gloria tétben a zenekaros változatnál egy elég terjedelmes kórus fuga kapott helyet. Nyilvánvaló, hogy egy fugát egy gyülekezet nem fog énekelni, az például a népmise változatban nincs benne. Az a szövegrész, ami ott a kórus fugában szól, egy egyszerűbb zenei anyagot kapott a népmisében.
Kovács Szilárd Ferenc Gizella miséjének népmise változatából szólt a részlet. A felvétel a Pécsi Bazilikában készült. Kuti Ágnes, Tumpek Ferenc, Tumpek Balázs és Katyi Zsombor énekeltek. Kovács Szilárd Ferenc játszott.